A Göncz Galériában is új kiállítás várja az érdeklődőket. Mondik Noémi képzőművész alkotásaiból nyílt tárlat. Az alkotó különleges új technikával dolgozik, mellyel a mindennapi élet mozzanatait mutatja be a közönségnek. Mondik Noémi neve 2011-ben vált ismerté, amikor a hétköznapitól eltérő alkotásait internetes oldalán közzétette. Amint arra Cserpes Attila a megnyitón utalt, a rendhagyó művek már évekkel ezelőtt felkeltették az érdeklődők figyelmét. Emlékezzünk akár a betonból öntött pingpongasztal varázslatára, ne adj Isten, az elvitathatatlanul különlegesen piros színre festett és a kézek mindenképpen rátapadó mászókákra, hogy ezeket egy olyan dimenzióba tudja helyezni néhány pixel átrendezésével a képernyőn, ami aztán egy kellemes és barátságos érzetet kölcsönöz, mintegy otthonosság érzetet kölcsönöz annak, amit egyébként rohadtul utálunk. Mondik Noémi a Képzőművészeti Egyetem hallgatója, számos technikával ismerkedett meg tanulmányai során. A kiállításon azonban korántsem hagyományos módszerrel készült alkotásokat láthatnak az érdeklődők. A fiatal művész egy számítógépes programban, a Paintben készíti el képeit. Témáit a mindennapi életből meríti, így többek között a kispesti élet hétköznapi pillanatait tárja a közönség elé. A kedvenc képem a betoncsúszda körül véres volt a föld az oviban, mert minden héten legalább egy gyerek feje betört című kép, ami nem ábrázol semmiféle horrorisztikus akciót, csak magát azt a tipikus játszóteret, ami régen minden panel lakótelepen felelhető volt betoncsúszdával, rakétával, ami ilyen fém és piros kupolája volt, ilyen. Szóval ezek nagyon tipikus játékok, amivel mindenki találkozott, és aztán lecserélték őket. A képeket a szellemes címek tették teljessé. Így a publikum nem csak a művész mindennapjaival, hanem humorával is megismerkedhet. A tárlat február 18-áig látogatható.